Sziasztok! Vakolától Balogh Robert vagyok, és a mai videó témája nem más, mint az, hogy miért jó, hogy vak vagyok. A top 10 dolgot fogom elmondani, de mielőtt elkezdenénk a mai témát, megmutatom nektek a Braille puskámat, amiről én fogok néha lesni, és ezt nézzétek meg ti is. Megmutatod, Robi, hogy hogy kell olvasni? Természetesen. Hát én két ujjal, illetve két kézzel szoktam, és két ujjal is. Ugye a jobb kézzel csak követem a sort, ugye ne csúsztak össze-vissza a sorokba, és a bal kézzel pedig magát az olvasást eszközölöm. Tehát gyakorlatilag ezzel az ujjammal olvasok, ezzel meg követem a sort. És ugye tudom előre is figyelni egy kicsit, hogy mi lesz a következő betű. Szuper, köszi! Jó. Kezdjünk is bele, szerintem, vágjunk a közepébe. De ha már az előbb a Braille hírásról volt szó, azért maradjunk továbbra is ennél a témánál. Mert hogy az első a 10-ből tudok sötétben is olvasni. Ez azért, hogy lássuk be, hogy nagy előny, nem kell lámpát lekapcsolnom, fölkapcsolnom alvás előtt. Nyújtózkodom, hogy lekapcsoljam a lámpát, vagy a páramat nem zavarja, hogy ott az ágyban olvasásnál égetem a lámpát, és még energiatakarékos és környezetkímélő is. Szóval számtalan előnye van annak, hogy tudok sötétben is olvasni. A kettes pedig azért jó. Egyébként nem mondtam az elején, de hogy ezek nem fontossági sorrendek egyáltalán, hanem ad-hoc sorrend, abszolút. Tehát a kettes bármikor írhatok, ugye nem kell vezetnem, tehát hogy azért ez se utolsó szempont, hogy bármikor olyan társaságban vagy barátoknál vagyok, ha megkínálnak, el tudom fogadni, mert hát nem kell autót vezetnem. A következő pedig, ami a hármas. Moziban ülhetek az utolsó sorba, hogy hát engem aztán teljesen nem fog zavarni, hogy mennyire van messze a vászon, a mozivászon, vagy éppen nincs. És az se probléma, hogyha előttem ül egy jóval magasabb ember nálam, hát kitakarja ugye a látást előlem, hát igazán nem zavar. Ennél a hármasnál teszem be, hogy ez a vicc, hogy szakállas vakos vicc, hogy két vak ül a moziban, és az egyik vak kérdezi a másikat, hogy hé, te látsz? A másik erre azt mondja, hogy nem, akkor cseréljünk helyet. És következzen is akkor a négyes. Sok látónál a probléma, hogy ahogyha az utcán közlekedik, és éjszaka van, nincsen világítás egyáltalán, hát vagy fél, ugye, mert hogy nagyon sötét van, vagy hát egyáltalán problémás maga a közlekedés is. Ez engem egyáltalán nem zavar, hát úgy látok, ugye, ha ki nincs kivilágítva az utca, mintha ki lenne gyakorlatilag, tehát nekem aztán mégis nagyjából mindegy, hogy éjszaka van, vagy nappal ebből a szempontból. A biztonsága miatt szintén nem van gondok, hogy tudok magam bevigyázni. Úgyhogy ez is egy jelölny, hogyha olyan utcára keveredek, ahol nincsen világítás, akkor ez nem jelent számomra egyáltalán problémát. És az ötös pedig, hát szintén kicsit hasonlít a mozihoz, de nem az. Tehát az ötös az a tévével kapcsolatos, nem kell nagy képernyőjű tévé, nagy átmérőjű. Ez azért anyagilag sem mindegy, ugye, hogy mennyire kell, hogy nagy legyen a tévének a mérete, és hát ugye még jobban számít a felbontása már, mint anyagilag, ugye vannak milliós tévék is, vagy még drágábban. Hát nekem igazából elég a legkisebb tévé, ugye nálam inkább az számít, hogy milyen a hangzása, úgyhogy kis tévé egy mozirendszerre rákötve nekem nagyon fantasztikusan, tökéletesen megfelel.
A hatos pedig a helyi közlekedés látássérülteknek Magyarországon ingyenes, a távolsági közlekedés pedig 90%-os, és ráadásul egy kísérőnek is. Tehát ha én egy látókísérővel megyek, hogy a helyi közlekedésen neki is ingyenes, és távolságin pedig 90%, ami azért nem kevés pénz, ha mondjuk 400 kilométerre utazok valahova, ott azért már ilyen tízezres, vagy több tízezres, ha csak hogy a ketten megyünk, spórolást lehet eszközölni. Kicsit maradunk ennél a témánál, a hetes pontnál, amit most következik. Itt a múzeumoknál, hát ugye itt az állami múzeumokról van igazából szó, tehát a múzeumokban és kiállításokon, hát ha nem is ingyenes, de sokszor olcsóbb a jegy, vagy hát igen, vagy ingyenes, vagy csak sokkal olcsóbb, ez eléggé változó tud lenni. A következő pont pedig, maradjunk még mindig ennél a témánál, tehát hogy múzeum vagy kiállításnál meg tudok fogni olyan eszközöket, ami tárgyokat, amiket ugye a látó nem tud megfogni. Itt az egyik kedvenc emlékem ezzel kapcsolatosan, hogy a közlekedési múzeumban voltam még jó pár éve, és egy nagy zirc autóba beülhettem, és ha láttam volna, akkor nem tudtam volna igazából megfogni, se lehetett az autót, nem hagy még beülni, és ez egy régi kedves emlékem. És már a 9-esnél is tartunk. Szeretünk mi is a látássérültek enni, sütni, főzni. Ugye erről csináltunk egy versenyt és pályázatot a YouTube csatornánkon, meg lehet tekinteni. Itt az a nagy előnyünk, hogy nem számít, hogy néz ki egy étel, egy sütemény, nem azt nézzük, hogy tetszik-e a szemnek, mert ha a szemnek igen, akkor majd az ízlelő bimboinknak is, a gyomrunknak, hanem nekünk csak azt számít, hogy finom vagy nem finom. Ugye, tehát, hogy itt nem fog elvenni az étvágyunkat, hogyha nem néz ki olyan jól, ellenben finom. És nem az utolsó szempont, hanem az egyik legfontosabb, de a végére hagytam, hogy a 10-es következzen, ami nem más, mint hogy lehet vakvezető kutyám. Tehát ez annyira nagy lehetőség, hogy a lelkitárs, nagyon sok előnye van egy vakvezető kutyának, sok mindenben segít. Mozgatja az embert, egy kicsit segít ahhoz is, hogy ne elustuljon esetleg úgy el az ember, mert muszáj vinni, sétálni, kirándulni, vécéztetni. Csak aktív életet kell, hogy éljen az ember. Úgyhogy ehhez is az kell, hogy az ember látássérült legyen, hogy legyen vakvezető kutyája. Úgyhogy nagyon jó, hogy nem látok, mert lehet vakvezető kutyám is. És még az elején ezt nem mondtam el, hogy igazából mi a célja ennek a videónak. Azért csináltam, mert szeretnék pár említést, pár dolgot említeni arról, hogy vannak bizony olyan dolgok, amik jó, hogyha vak az ember és nem lehet. Ebbe gondoljon bele a többi vak és sorstársam is, illetve a látók is, és ne azzal kerüljünk a médiába, a figyelem középpontjába, hogy valamilyen negatív megkülönböztetés, vagy bármilyen támadás, gondolok a legutóbbi kutyás támadásra, amikor egy másik kutya megtámadott egy vakvezető kutyát, és bekerült a tévébe, újságokba, mindenféle médiafelületekre, hanem egy kicsit vegyük humorosabbra a dolgot, mondjuk pozitív dolgokat, én szeretem, ha jó dolgokra beszélünk. Úgyhogy jó, hogyha vakok vagyunk. Sziasztok, sziasztok!